Kikapott a Fehérvár KC, ezzel pedig elúszni látszik a hatodik hely, hiszen éppen a fehérváriakat a forduló előtt 3 ponttal megelőző Siófok nyert a Köfénben szombaton. A Balaton partiak 30-23-as sikerét hozó meccs elején még vezetett az FKC, de hamar fordított a Siófok, és az első félidő végére 7 gólos előnyt építettek ki Orbánék. A második 30 perc során pedig igazán közel már nem tudtak kerülni ellenfelük közt Tilingerék, így a Siófok nyert és 5 pontra növelte előnyét a Fehérvárral szemben. Ráadásul beelőzött a Debrecen is, amely vasárnap Békés Csabán tudott győzni. Érthetetlenül állok, azt gondolom, hogy tudtuk kívülről, hogy mit várhatunk és mi fog történni a pályán, úgy védelemben, mint támadásban. Nem tudtuk megoldani, nyilván valami nem jó, amit csinálunk, nyilván tudjuk, hogy mikkel találkozunk. Nem szeretnék nagyon belefolyni ebbe, mert azt gondolom, hogy nem most kell ezt elmagyaráznom, vagy megmagyaráznom, és magyarázkodni sem szeretnék. Gyengén játszottunk, és kész, ennyi. Sajnos nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettük volna. Ugye megbeszéltük, hogy hozzák a gyors középkezdést. Sajnos a 2 cserével nem mindig tudtunk úgy odaérni, és gyorsan és könnyű gólokat szereztek rajtunk, holott ez könnyen megelőzhető lett volna, hogyha egy kicsit jobban figyeltünk, vagy koncentráltunk volna. Elment az 5. hely? Hát nagy valószínűséggel igen, úgy tűnik, hogy igen. Nyilván még van matematikai esély, de úgy tűnik, hogy elment. Nyilván szeretnénk nyerni a következő fordulóban Békés Csabán, de így nagyon nehéz lesz. Elgondolkodtató nyilván a mi munkánk, és elgondolkodtató az, hogy a játékosok mennyit tesznek hozzá. Mindenkinek megvan a sara ebben, úgy gondolom. Most már mindent meg kell nyernünk, és minden erőkkel azon leszünk, hogy mindenkit megverjünk, aztán reménykedünk, hogy sikerülni fog az 5. helyet megszerezni. Az FKC legközelebb szombaton a Békés Csaba vendégeként lép pályára, a cél most már nem lehet más, mint megszerezni a 6. helyet.